kedves nézőink! Ismételten köszöntöm Önöket, itt vagyunk Nagyatádon továbbra is a férfi döntőn, itt az EBT tornán, az amelyet az AXA Beach Stars Budapest BHC csapata játszik a BHT Damiradéval, egy lengyel csapattal. Nézzük akkor a két csapat játékos keretét. Kezdjük a Damiradéval. 1-essel Bartosz Makovszky, 12-essel Andrei Grabowski, 9-essel Arkadivs Fajuk, 5-össel Marcin Szics, 15-össel Jaroszláv Nopik, 14-essel Lukasz Visnyevski, 8-assal Máriusz Zsukasijevics, valamint 2-essel Zemiszláv Zsivócki. Nézzük akkor az AXA játékos keretét. 22-essel Nikolica Renátó, 69-essel Vitalis Norbert, 7-essel Bátori Gábor, 14-essel Zalai László, 66-ossal dr. Varvasovszky Donát, 4-essel Posgai Balázs, 18-assal Gábori Máté, valamint 64-essel Nagy András. 22-es számmal Nikolica Renátó, 69-es számmal Vitalis Norbert, 7-es számmal Bátori Gábor, 14-essel Zalai László, 66-ossal dr. Varvasovszky Donát. Az AXA csapata egyébként egy mérkőzését vesztette el ezen a tornán. Pont a Detonó Zágrábtól kaptak ki a középdöntőben, akiket az előbb láthattunk a bronzmeccsen. Míg a lengyel csapat szintén egy vereséggel jutott ide a döntőbe, ők a Dabasi Dinamittól kaptak ki a középdöntőben. Tehát micsoda érdekes dolog, hogy ez a két csapat kikapott attól a két csapattól a középdöntőbe, akik a bronzmeccset játszották. Van hát igen, ez pontosan igaz. Hát igen, ahogy az, ahogy mondtuk is már korábban, mindenképpen meglepetés a lengyel csapat döntőbe kerülése. Igazából senki nem számított erre. Az AXA-é már ugye mást érzta, ők ugye a Magyarország zászlós, hajós csapata, tehát mindenképpen az ő döntő szereplésük azért borítékolható volt és papírforma. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy felszabadult, teher nélkül játszó lengyel csapat találkozik egy sokat megélt, ám bár mégis fiatal csapattal. Hát bízom benne, hogy az a női döntővezetése után legalább a fiú mezőnyben sikerül Magyarországon tartani a legnagyobb kupát és az első helyet. A lengyelek tehát kékben, a magyar csapat pedig pirosban. Tartozom még egyébként a lengyel csapat edzőinek a nevével, ő Padna Tomás, még az AXA edzői Neukum Tamás, illetve Bődi István, a két játékvezető pedig Bócz László, illetve Wiedemann Viktor. És pillanatokon belül következik tehát a feldobás, és megkezdődik itt Nagyatádon az EBT torna utolsó mérkőzése, mely egyben a férfi döntő. Parázsa hangulata lelátón, és a síp is megszólalt a játékvezetők szájában, a felugrás, hal pedig megkezdődött tehát a férfi döntő. A lengyel csapat játéka egyébként üdvözlőm volt. Milyen kicsi a libero, bocs, hogy közben vágok a szabadba. Igen, abszolút az a cél, és azt mondom is az AXA-s csapatnak, hogy a meccs előtt mindenképpen a liberójukat kell meglövetni, és a beálló játékost kell némileg, ugye, ahogy az előtt láthatok is, meglövetni. Kapuban pedig Vitalis Norbert, NB1-es kapus, szintén tehetséges kapus, remekül hárította a lövést. Így van, Vitalis hatalmas védése, és utána kimarad az AXA első helyzete is. Bátori Gábor volt az, aki kihagyta a balkezes lövést. Igen, a Gabi azért egy remek figurája, remek játékosnak tartom, és egy nagyszerű figurának is a strandkézlabda életben azért mindenki ismeri, és tartanak tőle, remek játékos, balkezes, bombázó. Bátori Gábor lövése lentről, hogy egy görbicalitától szoktuk látni általában a teremben ezeket a lenti igen, lövéseket. Az ő egyéni specialitása ez a Gabinak, ez a bowlingos módszere, szokott nagyon sok gólt szerezni. Nekem a lengyel csapatnak két szélsője rendkívül veszélyes. Nopik teszi ki a bal szélre, Zsukasijevics, és kiegyenlít a Damirade.
És közben most már Gábori Máté próbálkozott egy ejtéssel, ezúttal nem jött össze, remekül fogta Grabowski. Az Axa csapatáról egyébként a mostani keretet elnézve, ugye szerepel ugye, a Gábori Máté, aki tagja volt a világbajnokságon, az ezüstérmet szerzett felnőtt válogatottnak. Viszont hiányzik egy nagy név Babic Balázs személyében. Igen, az Axa több mint 2 méter magas beálló játékosa. És egyben egy nagy jelensége. Coli most nincs csapattal, kimas Svájcban próbáljátok, sok sikert kívánok neki, hogy sikerüljön. És ugye ő is tagja volt ugye a világbajnoki ezüstérmes csapatnak. Természetesen masszív tagja volt. 2-2 egyébként a mérkőzés állása, amikor is több mint 2 perc telt el a mérkőzésből. Két csapat egyelőre, úgy mint a kustolgatnák egymást, hogy megnézzük, hogy milyen képes a másik. Igen, csak a pontatlanság gyakorlatilag. Ugye ők nem játszottak még eddig egymással ezen a tornán. Ez egy jó védekezés volt, Zalai László részéről. Közben Nikolica Renátónál a labda. Hát egy olyan hibát láttunk most, ami elég gyermeteg hiba. Pozsgai Bazsi szaladt volna be libero pozícióba, ám rajta maradt a piros mez. Ugye ennek feketében kellett volna beszaladnia, és ugye többet játékosként szerepelt, ezért az ellenfél a lengyel csapat hozza játékba a labdát. Ugye most Embrolinben támadnak. Ilyenkor két egy kiállítás védő is van? Így van, tehát akkor ott a ketten maradtak a piros mezesek. 4-2 ellen támadnak. Így van, tehát az axások ketten, a lengyelek meg sokan, és Zsukasiewicz második duplájával 4-2-re vezet a Damirade csapata. Nikolica Renátónál közben a labda. Pozsgai most már feketében. Nikolica a bal szélen egy gyönyörű forgás, és ott a szép találat a hosszú alsóban. Renátó ugye emlékezetes strandkézlabdázni, ő is ugye fiatal generáció tagja, rendkívül sokat fejlődött egy év alatt a René. Egyik legkiválóbb technikával állt meg a sors, és hát azért adottságokkal. Lopik lövését fogta közben Vitáris Norbi. Így van. És már is jöhet az Axa, 4-4-nél szerezzük meg a vezetést. Én a mondó vagyok. Kitett labda, Gábori, gyönyörű gól, szépen húzta le a rövid alsóba, látta, hogy a kapus nem fogja teljesen a rövidet, és ezzel már is 6-4 az Axának. Igen, a Balázs szépen húzta össze a középső és a szélső egyes védőt, ezáltal nyílt lehetőség. Lopik teszi ki közben a jobb szélre, egy szép forgás és egy fölé pattanó lövés Lukász Wisniewskitől. Igen, az első fontos támadás, illetve hát ami jelentős. Nikolica Renátó, és már is 8-4. 4-jel vezetünk. Nem tudik rossz kezdésnek. Igen, innentől ez most megint egy olyan része ennek a szetnek, ami azért befolyásolja a végkimenetelt. Hisz ugyan sok idő van még hátra, de azért ilyen előnyt, ilyen szintű csapatok ritkán adnak el, mint az Axa. 8-6. Szép itt a lengyel csapat. Zsukasiewicz, ő szerezte egyébként eddig a Damirade minden egyes találatát, 3 duplát szerzett, 3 darab 2 pontost. Egész pontosan, itt pedig egy gyönyörű játék! Nagyszerű bejátszás volt a center pozícióba, és dr. Varvasovszky Donát góljával 10-6. Igen, Donát is ugye korábban volt az év strandkézlabdázója pár évvel ezelőtt, most nem tudom pontosan dátum szerint mikor, de kiváló játékosról van szó. 10-8, Wisniewski újabb találata. A balkezes játékos egyébként rendkívül technikás a lengyeleknek, azt én is megfigyeltem. Mi is sok gólt kaptunk tőle. Sok megkapott gólt számoltáról. Igen, sajnos azért ennek megszort minket, úgyhogy mindenképpen figyelni kell rá a srácoknak. Lopik, továbbra is ő tehát a Damirade liberója, jobb oldalon pedig Wisniewski, a bal oldalon pedig Zsukasiewicz, aki rendkívül gólerős ezen a találkozón, most ezúttal rám cáfolt. Annak köszönhetően, hogy Zalai László remekül sáncolta őt. A Laci jó érzékkel ugrott föl ütemben, és szépen betakarta a lövőssávot. Lopik ki a jobb szélre, visszatett labda, Lopik ott az ittszer. És Vitalis Norbert beleért ugyan, de nem tudott hárítani, és ezzel egál a mérkőzés állása az első félidő 6. percében. Szép megoldás volt egyébként a... Hatalmas labda a bal oldalra, gyönyörűen érkezett Nikolica Renátó, és ezzel újra az Axánál az előny.
Nem igazán foglalkoztak a csapatok a védekezéssel, úgy látom, hanem inkább ilyen fatális támadásban mentek át. Tehát, tulajdonképpen igen, azért az látható, hogy a világ elitjében azért az már nekem is szembetűnő volt, és én is sokat láttam arra példát, hogy a védekezésben nagyon nagy hangsúlyt fektetnek azért arra, hogy a kapus védéseire fektetnek nagy hangsúlyt. Tehát azért a jobb a brazilok, egy horvát, egy magyar csapatra jellemző az, hogy rengeteg pontot szereznek, tehát... Nikolica ezúttal hibázott, 12-12, esély a lengyeleknél arra, hogy átvegyék a vezetést. Az öreg lengyel kapus egyébként, azért látható, hogy nem a fiatalok közé tartozik, de hát óriási rutinjának köszönhetően nyerték meg az elődöntőt pont a detonó ellen, kivette a addig magabiztos kezdő horvát játékosnak a lövését, ezáltal őt üttött a csapatát ebbe a döntőbe, úgyhogy ő egy és üntetett színfoltja. Egy szemfüles bejátszás volt kétségtelen. Wisniewski volt az, aki úgy tett, mint áttenni a bal oldalra, és közben fél szemmel benézett oda a center pozíciójába, és föltette csapattársának, azonban szerencsére jó volt a kapusvédés az axánál. Továbbra is 12-12 a lengyel-magyar párharc. Kiegyenlített a mérkőzés, igen, egyelőre. Azt kell mondjam, hogy jó mérkőzést látnak a... Ez egy nagyszerű megoldás volt a védekező játékos részéről, nagy mentés. Szakmai kérdés. Az elején ugye Báthori Gábor kezdett a libero pozíciójába, be is jöttek a lövései. Nem értem most a cserét. Hát igen, a Tamás gyakorlatilag azért az egy legrutinosabb letapasztabb edző a világon, strandkézilabdában. Az olasz vállalatot edzője is egyben. Gyakorlatilag forgatja a játékosokat, éppen azért, hogy ne legyen teljesen kiismerhető a védekezés szempontjából, hiszen a két nyúl teljesen másfajta játékot játszik. Amíg a Pozsgai Palázs összerántja és leosztogatja a ladakat, addig a Gábor a maga egyéni stílusával, eredményes támadójátékával szerez gólokat. Hát azt gondolom, hogy ezen a meccsen sokat fogja forgatni őket. Mind a ketten fognak még játszani. Közben büntető lesz 12-12-es állásnál, mégpedig a Damirade csapata végezhet el büntetőt. A csapat legeredményesebb játékosa Zsuka Sijevics az eddig szerzett 8 találatával, ezúttal 2 számjegyre növelheti találatainak a számát. Hatalmasat védett Vitális Norbert. Ez nagyon fontos védés volt, és egyben azért önbizalom növelő is a fiatal kapus számára, aki nagy játékos örökébe lépett. Szádecki Endre utóda, gyakorlatilag az axánál, aki Magyarország egyik legkiváló kapusa. Nem könnyű feladat az övé, hiszen azért az ibit azért nehéz pótolni. Ezen a meccsen eddig kiválóan helyt áll. Most pedig Nopik lövése vágodott az Axa kapujának bal felső sarkába, ez egy gyönyörű átlövés volt, hatalmas erővel zúdult be a kapuba, 14-12-re vezette hát a Damirade, és lehalásszák Gábori keresztlabdáját. Ahogy azért látható most, hogy visszajött a Bátor Gabi liberóba, ugye akartak ellene az a taktikus megoldás él, ugye, hogy a közösségnek följebb kell helyezkednie rá, nem hagyni, hogy ő lendülebb jöjjön, hiszen egyszer megindul akkor, hogy látható azért most sajnos elhibázta Gabi. De nem ilyen kalapda, dr. Varvasovszki Donát, és már is megvan az egyenlítés. Erre most nagy szükségünk volt, jól jött az egyenlítés. És csak igen, kettő, mert pillanatban csak egy pontot írtak be, megijedtem, hogy csak egyet ért. Fontos gólt Donát részéről. Igen, mert az Axa az elmúlt 3 támadásából nem tudott gólt szerezni, ez most szükség volt erre, hogy meglegyen. Na nézzük! Újra vezettek a lengyelek, Zsuka Sijevics. Úgy örülnek, mintha... Nagyon, feltűnő. Hidemisi, ez nagyon fontos ebben a sportákban, hogy az ember örüljön annak, amit csinál, és tudjon örülni annak, hogy jó dolgot tesz, és szép gólt lő. Így van, mi is örülünk neki, hogy az axások most gólt lőttek, már is 16-16 a mérkőzés állása, és jöhetnek tehát a lengyelek. A játékosok nem dermedlek le egyébként ilyen hideg időben, tehát az izmok, hiszen eléggé hűvös idő van, és fúj a szél is, ilyenkor azért veszélyes lehet, hogy... Azok a játékosok, akik kint ugye csak egy-egy támadás elég jönnek, vagy mondjuk kicsit ledermednek, vagy nem szokott az előfordulni problémaként? Igazság szerint azért ugye gyakran cserékkel ez a baj azért elkerülhető, hogy valaki megsérüljön, de hát ugye az korábban is beszéltünk ugye erről azért a sérülés, azért a sérülés veszélye nem akkor ebben a sportágban, úgyhogy nem kell azért attól tartani valaki. Azért ilyen döntőben azért akinek, aki mondjuk fázik, az nem tudom, hiszen azért az adrenalin dolgozik, mindenki dolgozik. 18-18. Így van, hát dr. Varvasovszkiban is dolgozott az adrenalin, de le tudta győzni, és bedobta.
Hát Donát biztos kezdőjátékos, mint ahogy mondtam, ő is korábban is többszörös állított magyar játékosról van szó. Nopik nagyon szépen vette át, azt azért ezt ismerjük el. És Zalai ellen ítél szabálytalanságot játékvezető, illetve azt mutatja, hogy belül védekezed, így aztán büntető lesz. Lassan ilyen kész büntető párbajt láthatunk itt a rendes játékidőben, mondhatnám úgy is, hiszen igen. Ide-oda mennek most a büntetők. Ide-oda, ez ebben ugye a kapusok szerepe ugye azért jelentősen megnő. Az előbb a Norbi kivette a lengyel srác büntetőjét. Reméljük, hogy most is ezt a bravúrt hajtja végre, hiszen azért ilyenkor a kapusnak óriási felelőssége van, és nagy terhárul rá. Bízunk benne, hogy sikerül Norbinak. Az AXA csapatának egyébként annak is egy kicsit kisé kicserült, egy kicsit megfiatalod a csapatról beszélünk. Kétszeres EBT Master győztes, és hogy mi ez az EBT Master, azt mindjárt elmondom. Ugye az a lényeg ezeknek az EBT tornáknak, hogy minden országban az adott ország csapatai rendeznek EBT tornákat, ettől függetlenül más ország csapatai is részt vehetnek azokon a tornákon. Az a lényeg, hogy pontot kell gyűjteni, és minden egyes csapatnak az összes EBT tornán, amin volt, azok közül a három legjobb eredményét veszik figyelembe, és a saját országán belül, aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az vehet részt az EBT Masteren. Na most az AXA erre az EBT Masterre már jó néhányszor kijutott, és ebből kettőt sikerült neki megnyernie, tehát kétszeres EBT Masterről, tehát mondhatjuk azt, hogy az AXA kétszer volt Európa csúcsán a strandkézilabdázásban. Kétszer nyertek magyar bajnokságot, illetve háromszor nyertek magyar kupát is, tehát úgy gondolom, hogy Magyarország legeredményesebb csapatáról beszélünk jelen pillanatban. Így van, azért azt tudni kell kedves nézőknek és a itt helyet foglaló nézőknek is, hogy azért az AXA ugye tényleg hosszú idő óta egy kiváló háttérmunkával megalapozva, jó játékos kiválasztással tudott mindig ott lenni a csúcson szinte, és van is a csúcson Magyarországon, de azért a trónjuk azért igencsak kezd meginogni. Azon vagyunk mi is a Fireball-al, hogy elhúztuk őket a trónról letaszítsuk, és nem csak ugye mi, hanem a Hírszat, a Dabas, a Letenye, a Sagotarján, úgyhogy igazából Magyarországon kezd olyan ma kialakulni, amelyik tényleg ezt erősítheti. Tavaly ez be is bizonyosodott, hiszen tavaly a Magyarország legjobb csapata ugye a Salgótarján volt, illetve a bronz meccsen ugye ti is legyőztétek ugye az AXA-t, tehát tavaly már ugye ti is elé tudtatok kerülni. Igen, az egy óriási élmény volt számunkra egyébként, igen. Kettő másodperc van vissza, és egyel vezetnek a lengyelek. Jól látom, 4 másodperc állítják vissza. 9.58 van jelen pillanatban, de lehet, hogy visszaállítják. Jól láttam, mutatták a játékvezetők, hogy 4 másodperc lesz még hátra. Nyilván 2 másodperc nem sok arra, hogy gólt érjenek el. 4 másodperc azért még erre. Igen, most itt mi is azért tanácsolunk, mi is azt figyeljük, a lengyelek próbálják erőltetni a kettőt, azt mondjuk nem csodálom, hogy csak 2 legyen. És úgy nézem, hogy nem lesz belőle 4-5, mert Neukum Tamás eléggé bosszankodik. 2 másodperc van, hát gyakorlatilag ez semmit nem lehet csinálni, kaprolni. Ez sajnos nem elegendő, annyit lehet ilyenkor tenni, hogy a legerősebbet, legpontosabb a lőjátékos végzi el a kapukidobást rögtön kapura, és hát aztán hátra van. De igazából annyi dolat a labda, mire odaszáll, addigra már el se ér odáig gyakorlatilag, igen, úgyhogy azért a 27 méter hosszú pálya, szóval gyakorlatilag fizikai képtelenség nyilat gólt szerezni, hát mindesetre remélem, ha meg utoljára láttunk már csodát, elképzelhető, hogy... Igen, és azt tudnia kell kedvesnek, hogy itt nem úgy van, mint a kosárlabdában, nem elég eldobni a dudaszóik, hanem a dudaszóikba is kell érni a hálóba a labdának. Igen, tehát az előbb említettél, tehát muszáj legalábbis bemenjen. Legalábbis át kell haladni a képzeletbeli gólvonalon, teljes térdelmével. Távoli megpattanó lövés, elsuhan a kapufa mellett, és az első szettet megnyerte a lengyel csapat egy kemény góllal, tehát 21-20-ra. Kár volt érte, én úgy éreztem, hogy kiélezett volt ez a meccs, de én úgy éreztem, hogy az AXA egy kicsit azért határozottabb, de mégsem jöttek be azok a fontos lövések. Igen, azért itt látszik az, amit előbb is gondoltam és mondtam, azért a lengyeleken látszik az a fajta könnyedség, ami ebben a játékban nagyon fontos. Tehát ugye láttuk mi is azt, és láttak a nézők is azt, hogy minden gól után azért ugye fölemeli a kezét, örül neki, egymást bíztatják, lelkesítik. Amíg az AXA oldalán biztos azért az az egykedvűség talán látszik, mi szeretnének ők is meccset nyerni, szeretnének minden szituációban jól kijönni, de az a plusz töltet talán nem látszik bennük annyira, ami ahhoz kell, hogy ezt a szeret megnyerték volna. Remélem, hogy Tamás azért, sőt, biztos, hogy Tamás azért annyira feldobja most őket, hogy ezt a második szettet behúzzák, és aztán a szétlövést pedig megnyerjék. Ilyenkor,
ilyenkor mit érdemes veszekedni, kiabálni, buzdítani, együtt érezni? Mi igazából ilyenkor a hatásos? Hát az igazából edző és játékos, illetve csapat függő. Vannak ugye olyan játékos, akik igazából nem szeretik, hogyha az ember cseszeget és csúnyán beszél, illetve kiabál vele. Van, akihez szép szóval kell szólni, van, akit pedig ugye igenis le kell hordani, hogy igenis meg tudod csinálni, és jó vagy, meg képes vagy rá, vidd be. Tehát igazából ez változó, edzőfüggő és edzőmentalitása is azért függettől. Úgyhogy, de mindenképpen az a fontos, hogy őket le kell nyugtatni a csapatot, és önbizalmat kell belőlük tölteni, hogy igenis higgyék, hogy van esélyük a második játék részben. Kezdődik tehát akkor a második szett, amíg itt megbeszéltük azt, hogy mit célszerű ilyenkor tenni. Felugrásnál Zsivócki, illetve dr. Varvasovszky Donát, a nevük hasonló, reméljük, hogy a siker a miénk lesz itt a felugrásnál. Ez most mi volt? Ez egy érdekes trükk volt egyébként Donát részéről. Ugye gyakorlatilag a Donát arra számított, hogy a srác előtti a labdát a saját ugye, tér felére. Ja, és akkor fölszedi a labdát a földre. Volna. Igen, igen. Csak ugye srác érzekelte, a lengyel srác, és... Gyönyörű volt a sánc. Nem, bent volt. Bepattan sajnos a Laci kezére a labda, pedig szépen ugrott. Igen, pedig szépen ugrott be, és talán bele is ér, de sajnos becsorgott ide az alsóba. Nézzük közben Bátorit, gyönyörű, ahogy te mondtad, bowlingos találattal, 2-2 a második szett eleje. Neked a Gábort ismerve és az Axel játékát ismer most ebben a pár percben, a Gabi most sokat fog magára vállalni. Tehát szinte minden támadást majd ő fog előni. Általában ez a fegyver általában az a sikeres szokott lenni, tehát amíg sikeres és sok gólt lő, addig ez a fegyver működik is majd. Wisniewski volt az, aki bevette Vitális Torbert kapuját. De csak egy találatot, illetve egy pontot ért ez a találat, 3-2 tehát a Damiradénak, akik ugye megnyerték az első szetet is, tehát itt most az Axának nyernie kell, hogyha ő szeretné magasba emelni a kupát. Ez egy szép érdekezés volt egyébként az ötös számú játékos részéről. Szicstől egész pontosan Bátori érkezik, és egy újabb bowlingos gurítás a lengyel kapus lábai között. Ezzel 4-3-ra már is mi vezetünk. Igen, azért kezdve, hogy az beigazolódna, mire számítottam, hogy a Gabi vezérgyénységéhez méltóan próbálja hátravenni a csapatot. Nem támadó, mert sajnos a Máté belül helyezkedett, hatosan belül. Igen, pedig kint állt volna, szerintem akkor támadót fújtak volna ezzel, mert mindenkét egyértelműen stabilan állt a földön. De sajnos a vonalon abban, hogy igazából a védő belül helyezkedik, abból tehát vita nincs, egyértelmű az ítélet, hiába, tehát mezőnyben ez egyértelmű belemenés, itt ebben a szituációban ez viszont egyértelmű. És ilyenkor mi az ítélet? Ilyenkor, ha tudásom nem csal, akkor a büntetődobást mindenképpen el kell végezni. És utána kérítenek egy játékost? Nem, viszont két kékmezes játékos van csak fönt, és a mutatót el kell végezni. Viszont amennyiben a gólt érdekesíti a lövőjátékos, utána kiegészül, ugye mert a tehát támadási váltás történt, és által kiegészül, igen. Tehát magyarul, csúnya szóval mondva, ez az a nesze semmi fog meg jól esete. Hát körülbelül igen, következhet a büntető. Egyébként az annyiban lett hasznos, hogy tehát két kiállítás után hát ugye már piros lap. Hát megfogja mondjuk a kapus, akkor mondjuk abból a szempontból jó. Ez egy szép lövés volt, szépen rá tekerte a Viti fejére a labdát. Vezetnek tehát a lengyelek. Gábori, Bátori. Egy szép forgás, át a másik oldalra, és Nikolica Renato kezéből kicsúszik a labda. Úgy látszik, annyi eső esett ebben az elmúlt két napban, hogy nem tudnak a labdák megszáradni ebben az időben. Hát ez nagyon nehéz, igen. Hiába fű a szél, de hát azért nem sütött ma ki, sajnos. Pedig pénteken nagyon meleg voltam azért, tehát azt hittem, hogy végre itt tényleg jó időnk lesz, csak sajnos időjárás nem tette ezt lehetővé, de hát ettől függetlenül a torna, a színvonala, a hangulata szerintem megfelelő. Hála azért a szemben táncoló lengyel lányoknak is. Így van, miközben a pályán egy lengyel és egy magyar csapat küzd, az EBT torna legjobb csapat a címért. Na nézzük közben az axások. Két lengyel játékos is beleért, de így is a kapuba talált Nikolica Renato, és erre most nagyon nagy szükségünk volt. Most följöttünk 7-6-ra. Nagyon kellett most már ez a két pontos találat az Axának. Nopik, ki a balszélre. Vissza középre, Nopik, ki a szél, jön a forgás. És szépen lövi be a hosszú alsóba. Egy pontos tér viszont a
Ki lehetne egyenlítenünk, kapufa, de milyen kalapda, Gábori, úgy van, jól van, 8-8. Gábori Máté nem bízta véletlenre, dr. Varvasovszky Donát lövése a kapufáról kijött, Gábori volt a legszemfülesebb, fölszedte. Jó klub volt, jó helyen. Így van, így van. Mint Filippo Inzaghi szokott. Igen, így van. Gábori ezúttal most kiejtette a labdát, pedig a Máté szépen volna. Olvasta a játékot, tehát nem emekül anticipálta a játékos kereszt átadását. Sajnos azonban a labda kiest a kezéből, kicsúszott. Nem, megmondom neked őszintén, hogy nézem ezt a két csapatot, kinézve úgy mondanám, hogy hogy az AXA csapat egy 4 góllal legalább jobb csapat. Kinézetre. Ahogy az ember engedje, elnézi a játékosokat. Hát, inkább 10-zel. Hát igazából ugye ez... Nem akartam nagyolni, csak azután, hogy az első félidőt elveszítettük. Kapufa segítségével, de hálóban a labda, újra döntetlen. Akkor mi hiányzik ahhoz, hogy mondjuk most 20-10 legyen az eredményjelzőn? Mi hiányzik ahhoz? Hát az kell ahhoz, hogy a lengyelek most innentek az mindent elhibázzanak, és a magyar srácok pedig mindent belőjenek, ilyen egyszerű. Na meglátjuk, így lesz-e, Nopik közben. Visszatett labda. És Nopik ezt is belövi. Ez igazából ez az óriási mázli, tehát maradjunk annyiba, hogy ez, amikor az edző, a Tomi is látszik, bosszankodik, azért ez sajnos, itt mázlik volt egyértelműen. Szép volt egyébként a mozgás maga, de mázlik volt. Posgai maga biztos találata, átlövésből. Balázs volt szerzett, igen, hiszen azért kellettek a kinti lövések, most a Gabi ugye pihen egyet, ahogy nézem, de majd hamarosan szerintem vissza fog állni. 4,5 perc telt el egyébként a második szettből, az első szettet a lengyelek nyerték. Ahhoz, hogy itt magyar öröm legyen Nagyatádon, kell egy AXA győzelem ebben a szetben. Illetve most azt kéne, az meglátásom szerint a Vitinek kéne egy picit többet hozzátennie most a játékhoz. Tehát ami ugye a Győri Ági, amivel hozzátett pluszt ugye a Szentene játékhoz, annyival kéne most többet beletennie. Nikolica Renato ezúttal nem tudott kapuba találni, szépen forgott meg, de annyira ki volt szorítva, ott volt mellette a Sánc is, illetve a kapus jól zárta a rövidet, hogy esély nem volt, hogy hova tegye el a labdát, tehát zárva volt minden út a kapu fele. A Sánc szépen takarta a kapu egyenes oldalát, a kapus pedig ugye ahogy kell. Megvan már is Vitális bravúr. Orbitálisan nagy szükség még. Volt erre a Vitális bravúrra. Ez és közben elveszett tőlük a labdát. Megint egy sajnálatos baki a Máté részéről. Hát ezek bosszantó hibák. És ezek a bakik nincsenek benne a lengyel csapatban, én azt látom. Tehát ezek a kicsi bakikat, amiket elkövetünk, ezek kellett hozni, hogy az első szettet megnyeri egy góllal a lengyel csapat. Így van. Hát azért ez a játéknak a sajátja gyakorlatilag, hogy ilyen dolgok azért beálló játékosokon. Rálépett közben a vonalra Fajok. Így megmaradt az esély az egyenlítésre az AXA-nak 14-12-es lengyel vezetésnél. És érkezik Bátori Posgai helyett a nyúl szerepébe. Közben szabálytalankodtak Nikolicával szemben, Wisniewski volt az elkövető. Gábori! Opa. Be kellett volna tenni centerbe, ott volt benne dr. Varvasovszky, túl nagyot akart, tenni hosszúra, belaki a centerbe, teljesen üresen volt. Nem akartam át egy rosszat, egyet nagyon jó meglátás volt a részéről, sajnos a pontatlanság csúszott bele, tehát az elgondolás ezzel párosult. Gábori majdnem labdát szerez. Fajok azonban megmentette a Damiradénak, és Vitális Norbert! Elakad a hasában a labda, Gábori megforog, lőd be! Hát ez igen. Az akszások megint bakisztak egyet. Sokan voltak föl, és ahelyett, hogy... Ráadásul pont visszereszülten gólt, és pont hátul jött föl még egy játékos. Pontosan. Igazából ezt jól kiszúrta a Viktor éles szemmel. Ez megint sajnos egy putucska hiba volt. Mindenesetre azt mondhatjuk, hogy a fair play itt van. Magyar bíró, és bemerte fújni ilyesen, tehát megfújta azt. Tehát nem volt azt mondom, hogy eltusolta. Ez így van helyén. Tehát így lesz a megítélése ennek a sportának. A hazai körökben is olyan a horvát és a lengyel körökben is, hogy azért itt korrekt átvezetés volt. Az egész tónál azt el kell mondjam, hogy a sportik rendkívül korrekten fújtak a mérkőzéseket, és semmilyen panaszunk nem lehetett a átvezetés színvonalára. 16-12, tehát a lengyeleknek, miközben Nikolica elől halásszák haza a labdát, újabb kimaradt zicser, és ezt most belövik a lengyelek, akkor 6 lesz közte. Tamásnak időt kell kérnie hamarosan.
Vital is védett nagyot, erre nagy szükség volt, csak most már jó lenne, hogyha gólt is szereznénk. Nem tudunk passzolni, az az igazság, hogy nem tudunk passzolni, hibázunk egyfolytában. Egyfolytában hibázunk passznál, labdaszerzésnél is hibázunk. Igen, egy picit most megremegett a kis. Kettő van vissza. Hát ez egy kulcsfontosságú támadás. Ha ebből most annyira gólt szereznek, akkor... Akkor attól félek, hogy megzuhan az axa. Hát legalábbis mindenképpen... Amúgy is bizonytalanok. Vital is véd nagyot. És hiába a kapus bravúrok, hogyha nem tudunk belőle gólt szerezni. Igen, Norbi ezt szépen kivette. Már másodszor mentünk a csapatot. Ugye az előző támadás is szépen hárította. Most az ő két fontos védése kellett ahhoz, hogy az axa meccsben maradjon, azt gondolom. Bár ugye... De mindig sok idő van hátra, 2 perc, 9 másodperc, de nagyon fontos, hogy most a támadásokat pontosabban fejezzék be, a Tamás le kell higgasztani a csapatot, meg kell nyugtatni őket, és pontosabb befejezésre összpontosítani. Illetve most azon, hogy Bátori Gabinak a nyúljátékára lenne szükség, tehát arra, hogy az ő lendületéből pontos lövésekkel, átlövés gólokkal, így van, könnyű gólokat szerezzünk, és ezáltal zárkozunk föl szépen fotatosan. Meglátjuk, hogy így lesz-e. Régóta nem lőttünk gólt, az az igazság. Két igen, perce nem lőttünk most legalább gólt. Egy 5-4 támadás már elment, gyakorlatilag 4-5 támadás elment, hogy nem szereztünk gólt. Ez ilyen szinten már luxus, azt kell mondjam. Tehát ez mindenki tudja, és mindenki beismeri, és mindenki látja is, hogy azért férfi szinten az, hogy nem lősz 5 támadás elment gólt, az sajnos luxus. Posgai maradt egyébként a liberóban. Posgai egy távoli lövés és a kapufáról mellé. És lehet, hogy bár Nagyatádon nincs kikötő, de lehet, hogy itt most elindult a hajó. Zágráb fele. Igen, illetve Lengyelország talán... fele. Ami azt jelenteni, hogy két külföldi csapat elhajózik hát... a két első helyezett éremmel. Arra próbáltam célozni, hiszen ugye a Zágrában már megvan a női csapatnak. Csak nehogy Lengyelországba is innen induljon a hajó. Jól van. Vitalis Norbert nagyot védett, és most kéne egy gyors kétpontos, Most lendületből lőjük be, így is van 16-14. Most kéne egy jó védekezés, és akkor meg lehet az egyenlítési lehetőség. Ezt a mérkőzést az axa, ezt szedtett igazából a védekezésre tudja megnyerni. Tehát azt gondolom, hogy itt nyilván a támadásban fognak még gólok jönni, és jönnek majd a gólok, de itt hátul kell most csapatnak nagyon nagyot alakítania. Nézzük, Lopik teszi ki, Wisniewski, és észreveszi, hogy ott van a rövid alsó. Észreveszi, ott a rövid alsó, és egy perc van vissza, és négy van közte. Ebből pedig gyors gólt kellett volna lőni, mert nem lesz idő. Ha be is lőjük és kivédekezzük, akkor se lesz idő, bent van. Laci fontos gólt szerzett, de ahogy előbb is mondtam, védekezéssel kell. Tehát muszáj két labdát szereznie az axának ahhoz, hogy ezt a meccset megnyerje. Illetve a szettet megnyerje. Meglátjuk, hogy így lesz-e. Azon az első meccs. Fél perc van vissza, a gólt kapunk, akkor azt mondom vége, de nem kapunk gólt, meg lehet az egál, és akkor utána már csak egy aranygólba kéne jobbnak lennünk. Most inkább játszunk a biztos döntetlenre. És bent van! A legfontosabb pillanatban Zalai Lászlónak helyén volt a szíve és a keze is, viszont van még 14 másodperc. 18-18, ez még elég megint lehet arra, hogy egy pontost bevágjanak a lengyelek. Hát igen, először ugye pont a női döntőn is volt ugye 14-14-nél 14 másodpercet hátra, amikor ugye időt kért. Ugye a horácsolat és azt értékesítették is, és sőt ugye aranygóllal dőlt el, ugye ott nem volt ugye szerencséjük. Emlékszem, hogy most se lesz az időt kérő csapatnak szerencséje, és sikerül kivédekezni, illetve hát aztán egy kettes góllal, ha nagy isten gólt kapunk, mindenképpen kettes góllal kell válaszolnunk, mindenképpen az aranygólért egyrészt, másrészt pedig ugye a szett megnyeréséért. Hajrá, magyarok! Hát akkor nézzük, 14 másodperc, az axa nem csak az ellenfelével, hanem az idővel is versenyben van. Ez a 14 másodperc igazából sok idő, nagyon. Tehát a passzivitást mindenképpen jó védekezéssel, jó lábmunkával ki lehet erőszakolni, és azt gondolom, hogy ezt is fogják majd érni, hiszen ez mindenképpen egy fontos dolog lehet most, hogy menni tudják passzivitásig vinni a játékot a lengyelek. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ott a bejátszás, és hatalmasat véd Vitalis Norbert, és bele lehet, és fölé megy, de le is lárt az idő. Jöhet az aranygól, kedves nézőink.
megmondom őszintén, nem mostanában voltam ennyire idegileg kész állapotban, hogy úgy mondjam, az előbbi női döntő után most ez a férfi döntő, az idegek harca. Szerencsére jó meccseket látunk, és izgalmas meccseket látunk. Megmondom őszintén... Nyári szezon legjobb LBT tornája, én azt mondom, izgalmak tekintetében, illetve színvonalban is szerintem. Örülök, ha így gondolod, hogy a tornánk ilyen színvonalas és jó benyomást tett rátok. Mindenféleképpen köszönhetek a két csapatnak, hiszen kiváló mérkőzést játszanak egymással. Sok hibával, de izgalmas mérkőzést játszanak. El kell hoznunk, nem tudjuk elhozni. Nagy András nem tudta elhozni. Most kéne egy jó védekezés. Kivédekezzük. Gyerünk fiúk. Na lássuk. Kitett labda. És befújják a büntetőt? Befújták a büntetőt belül védekezésért. Ez egyértelmű büntető volt, Tomi is jól látja azt. Egyértelmű büntető volt, a Gábor belül volt. De Norbi megfogja Norbi. Nopikon hatalmas teher. Azt gondolom, hogy a Máté nem gondolom azt, hogy hülyeséget csinált ezzel, már bocsánat, hogy így mondom, de rosszat csinált, hiszen azért büntetőnél ugye gyakorlatilag azért azt gondolom, hogy nehezebb belőni egy büntetőt, mint ugye olyan szituációból az egyest beverni. Tehát itt a meccslabda. Nézzük, Vitális Norbert kontra. Kontra, mondom az úrnak a teljes nevét, Jaroszláv Nopik és Vitális Norbert. Közben kiállítják Zalai Lászlót. Na nézzük! Közjáték után. Igen, volt egy kis közjáték. És becsorog, elakad Vitális Torberben, elakad, és megnyerik a lengyelek a nagyatádi LBT tornát. 20-18-ra, drámai végjáték a fiúknál is. Én megköszönöm Pinizsi Zoltánnak, az ifjúsági férfi strandkézzel vágtott edzőjének a szakkommentátorkodást. Úgy gondolom, hogy mind a két döntő jó meccs volt. Hát ezt köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, mindenképpen egy nagy tanulság volt, és tényleg azért azt látni kellettek, hogy mindenképpen mind a két döntő, a férfi és a női döntés, illetve a férfi bronzmérkőzés rendkívül színvonalas, látványos mérkőzés volt, ez pedig izgalmakban bővelkedő és érdekfeszítő meccs, sajnos nem is került egyik olyan csapatnak sem megnyernie itthon a tornát, de hát látjuk, hogy ennyire megérdemelték, gratulálunk neki, hiszen nagyszerű csapat, és így van, az öröm az arcukon, gratulálom neki nagy szeretettel. Így van, legyen akkor ez a végszó, én még egyszer köszönöm, és köszönjük a kedves nézőknek, hogy minket választottak, és ne feledjék, ha nyár, akkor strandkézilabda, viszontlátásra!